Polgármester úr, Ferenc János hagyományőrző huszárőrnagy jelentem. A Magyarodi Sándor huszárok a március 15-i ünnepségre felsorakoztak. Jelentés, köszönöm. Jó napot, hagyományőrző! Erő! Tisztessége! Tisztelettel köszöntöm Önöket! Kedves ünneplő magyarodi polgárok! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntünk ünnepségünkön Máté György plébános urat, Gyuri atyát, a Szolnok belvárosi Szent Háromság templom főesperes plébánosát, címezett prépostot. Mély tisztelettel köszöntöm Vécsei László országgyűlési képviselő urat, Szada polgármesterét és kedves feleségét. Babic Lászlóra, településünk polgármesterét és kedves feleségét. Moldván Tünde jegyzőasszonyt, a Domboszkó nővéreket és Mezei Tibor lelkész urat. Köszöntöm a megjelent képviselőket és az intézmények vezetőit. Emlékezzünk ünnepi műsorunkkal az 1074-es magyarodi csatára, Szent László királyunkra, a 48-as szabadságharc névtelen bátor hőseire, Petőfire és Kossuthra. 1848. március 15 a nemzet nagy pillanata volt, mikor minden szív egyszerre dobbant. E szívdobbanás kifejezéseként énekeljük el himnuszunkat a Jakab Mihály népdal körvezetésével. Mi ünnepeink soha nem a területszerzésről, hanem az eszmékért való kiállásról, szabadságunk kibírására tett kísérletekről szóltak. Ezért tudunk emelt fővel, tiszta lelkiismerettel, büszkén ünnepelni.
Szívünkben, lelkünkben érezhetjük méltán, magyarnak lenni jó. Az 1848-as 49-es forradalom és szabadságharc a magyarországi újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, mely lényegében egyedül jutott el a szabadság pereméig. Első fénysugarait csak katonai ellenállással tudták elfolytani. Eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni. Megkérném Rozsai Mónikát, hogy mondja el Petőfi Sándor a Szabadsághoz című versét. Petőfi Sándor a Szabadsághoz. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe! Oly sokáig vártunk rád epedve, annyi éjjel által, mint kísérted bolyongott lelkünk a világban érted. Kerestünk mi égen földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy örök, a többi mind bálvány, mely leroskad egy ideig állván. S mégis, mégis számkivetve voltál, mint a gyilkos Káin bújdokoltál. Szent nevedet bitóra szögezték, érkezésedet hóhérok lesték. Megszűnt végre hosszú bújdosásod, sírva esett, kineket sírtásott. Bevezettünk, s uralkodás véget elfoglaltad a királyi széket. Te vagy a mi törvényes királyunk, trónusodnál ünnepelve állunk. Körülötted millión s millión fákja, meggyúlt szíveink lobogó lángja. Ó, tekints ránk, fönséges szabadság, vess ránk egy éltető pillantást, hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, szaporodjék szemed sugarától. De szabadság, miért halvány az orcád? Szenvedésig emléke szállt hozzád? Vagy nem tettünk még eleget érted, koronádat a jövőtől félted? Ne félj semmit, megvédünk, csak egy szót, csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód, s lesz sereged ezer és ezernyi, kész meghalni, vagy diadalt nyerni. És ha elesnénk egy szálig minnyájan, feljövünk a sírból éjféltájban, s győztes ellenségednek megint kell küzdeni, kísértő lelkeinkkel. Köszönjük szépen! Tisztelettel felkérném Vécsei László urat, Szada polgármesterét, országgyűlési képviselőt, hogy mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplő magyaródiak! Köszönöm szépen azt a megtiszteltetést, hogy a ünnep előestéjét éppen önökkel oszthatom meg, akik a legközelebb vannak az ilyen szülőfalumhoz, és akik között éppen ezért mindig nagyon otthonosan érzem magamat. Nos, hát az ünnep előestéje, március 15-e. Ha vele gondolunk, ez nem egy hirtelen nekibuzdulás volt a nemzet életében, ez nem egy hirtelen fellángolás volt, hiszen a reformkor országgyűléseiben, magában a reformkor másfél évtizedében ez mélyen gyökerezett. Mélyen benne gyökerezett, hiszen a reformkori országgyűlések már csak nem minden olyan magyar nemzetet érintő és magyar nemzetet foglalkoztató témát fölvetettek, melyeket aztán később a forradalom igyekezett megoldani. A reformországgyűlések során közel másfél évtized alatt olyan hatalmas dolgok vetődtek föl, hogy a jobbágy felszabadítás, vagy a közterviselés kérdése, vagy ami mindig meglepi, azt hiszem főképpen a kisiskolásokat, mondjuk a magyar nyelvnek a hivatalos nyelvi tétele, hiszen egészen addig nem hivatalos nyelv volt a magyar Magyarországon. És ezek a reformkori országgyűlések, ezek eszmeileg, szellemileg, érzelmileg megalapozták azokat az eseményeket, amelyek március 15-én bekövetkeztek. A pesti forradalom láza, ez a lázas forradalmi hevület, forrongás lényegében föltette a koronát arra a másfél évtizedre, amit a
reformtörvényalkotás elvégzett. Amikor Ferdinánd császár szentesítette az áprilisi törvényeket, akkor a feudális államberendezkedés helyett a felelős kormány létrehozásával megszületett a modern magyar parlamentáris állam. A reformkor nagyjai, majd a forradalom irányítói is lényegében a magyar függetlenség lehetséges határait, ezeket a sarokpontokat keresték. Valamennyiük számára egyértelmű volt, hogy lazítani kell a monarchiától való függést, mert ez teszi szabadabbá Magyarországot. Hittek abban, hogy Magyarország megáll a saját lábán, és ér annyit, mint más nemzetek. Tudták, joguk van a szabadsághoz és az önbecsüléshez, ami egyben felelősséggel és munkával is jár. A magyar nemzet elvárásait megfogalmazó 12 pont a korszak európai erőviszonyai között a lehetséges legnagyobb szabadságot biztosította Magyarországnak. A forradalom első hullámainak csillapultával, mint dicső forradalmainkat általában, az országban helyreállt a rend, a nép a változásokat várta és ízlelgette, a Batthyány Lajos vezette miniszterelnök pedig felelős kormányával, bízva a király szavában, nekiállt az országépítésnek. Március 15-én évről évre tiszteletet adunk a bátraknak, akik békésen, fegyver, erőszak és gyűlölködés nélkül kivívták szabadságunkat, és a saját kezükbe vették a nemzet sorsát. De itt, Magyaródon ma, amikor a Hősök ligetében vagyunk, azt hiszem méltó és igazságos, ha megemlékezünk azokról a hősökről is, akik a később következő szabadságharc során életüket adták a szabadságért. Az uralkodóház, a birodalom, mint tudjuk, nem nyugodott bele abba, hogy Magyarország függése lazul, hogy tágulnak a magyar szabadság határai. Veszteségként fogták föl, hogy a jövőben Magyarország túlnyomó részt maga rendelkezzen értékeivel, maga élvezze munkájának, tehetségének gyümölcseit. Az uralkodóház látszólagos engedékenysége, időleges gyengesége és határozatlansága alig fél évig, mindössze szeptemberig tartott. És ismét bekövetkezett az, amit történelmünkben annyiszor megtapasztaltunk. Amit az idegen hadakkal saját népére, a magyarokra támadó királyok, ország és pártvezetők esetében annyiszor láttunk. Sajnálatosan ismerős történelmi képlet. A császár nem szereti a népe, erre ő nem a népe felé fordul, hogy megnyerje magának, saját erejéből pedig megtörni sem képes. Ezért külső hatalom segítségét kéri a saját népe ellen. És ezen a ponton a kínálkozó párhuzamokán szeretnék megemlékezni a magyarok történelmében oly nevezetes magyaródi csatáról, melynek, mint hallottuk, ma van a 940. évfordulója. Hiszen, ha párhuzamokat keresünk, sem a történelem gazdag párhuzamokban, akkor azt mondhatnánk, hogy ami Salamon királynak a magyaródi vereség volt, az volt Ferdinánd császárnak a forradalomtól a pákozdi csatában elszenvedett veresége. Vazulnak András fiától született unokáját, Salamon királyt nem szerette a nép. Míg ellenben Vazulnak a Béla királytól született fiait, Géza és László herceget, szerették. Salamon a nyugati birodalom neveltje volt, az ő mentalitását, viselkedését, szokásait, gondolkodását a nyugati minták határozták meg. Géza és László inkább lengyel neveltetést kapott, lengyel hatások alatt nevelkedtek, és a magyarok őket sokkal inkább maguk közül valónak tartották és fogadták el. Salamon király pedig a teljhatalmának kiteljesítése és megtartása érdekében nem a saját népéhez közeledett, nem a saját népét, övéit igyekezett megnyerni magának,
hanem a német-római fejedelmek és a császár bizalmát és segítségét kereste. A birodalom idegen hadaira támaszkodva a saját nép ellen fordult a hatalom megszerzéséért. Amikor itt Mogyoródon 940 éve döntő vereséget szenvedett, a nyugati határszélre visszaszorulva nem látott más lehetőséget maga előtt, mint Magyarországot hűbérbirtokul fölajánlani a császárnak. A hatalom megszerzése, komoly katonai támogatás elnyerése, ez lebegett a szemei előtt, és szerette volna Magyarországot mindenek fejében a nyugati birodalom adófizetőjévé tenni. Henrik császárnak tetszett az ajánlata, hogy ne tetszett volna. Salamon keze alá adott hadaival betörtek Magyarországra, de egy hosszú és eredménytelen hadjárat meggyőzte arról, hogy az ország Géza és László herceg mögött áll. Ezért kivonult hadaival, Salamont pedig sorsára hagyta a nyugati végeken. Géza hercegből király lett, aki Magyarország függetlenségének biztosítására rendezte a viszonyt a kor meghatározó hatalmaival, a pápasággal, a lengyelekkel, kievi russzal, Bizánccal. Magyarország pedig szabad lett, mert ezt követően maga dönthetett saját sorsáról. Géza halála után pedig öccse László herceg következett a trónon, aki Szent László királyként cselekedeteivel a magyar történelem sok fényes lapját írta. Most a történelmi kitérő után visszatérve forradalmunk ünnepéhez, a szabadságharc katonai végkifejletét ismerjük. Mindentől függetlenül azonban a forradalom lelke érintetlen maradt. 166 éve minden március 15-én a magyar emberek szíve újra megdobban. Megannyiszor kitűzzük az erő, a remény és a hűség trikolóriát, a magabiztos, erős magyar nemzet jelképét. Minden március 15-e arra késztet bennünket, hogy a márciusi ifjak lelkesedését, Kossuth következetességét, Széchenyi józanságát és Deák Ferenc bölcsességét hívjuk segítségül és gondoljuk végig, vajon mindent megtettünk-e annak érdekében, hogy függetlenségünk korlátait a lehető legmesszebbre kitoljuk, és hogy elég hangosan zengen még a Kossuth nóta, éljen a magyar szabadság. Mert a magyarok szabadságvágyának ereje örökké megújul. Állandó, mintha valami természeti törvény tartaná fenn. Örökös útmutatásul szolgál minden magyar nemzedéknek, hogy soha többé ne hagyja magát megfosztani hitétől és önbecsülésétől. Széchenyi István szavaival tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Köszönöm a figyelmet! Megköszönöm Vécsei László polgármester úrnak ünnepi szavait. Hallgassuk meg Jakab Benedek előadásában Elindultam szép hazámból című éneket. Elindultam szép hazámból, híres kis Magyarországról. Visszanéztem fél utamból, szememből a könyv kicsordult. Bú ebédem, bú vacsorám, boldogtalan minden órám. Nézem a csillagos eget, sírok alatta eleget. Köszönjük szépen! Elkövetkezőkben Szakcsi Ákos eladásában hallgassuk meg Petőfi Sándor Nemzeti Dal című versét. Talpra, magyar! Hí a haza! Itt az idő, most vagy soha.
rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok! A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ős apáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk. Ide vele régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Köszönjük szépen. 1074. március 14-én, 940 évvel ezelőtt zajlott a döntő ütközet, a Magyaródi csata, mely településünk kialakulásának kezdetét jelentette. Szent László királyunk azért nagy kincsünk, azt hiszem, mert teljes élete, minden pillanata, munkája nemzetünk jövője érdekének szentelte. Egyetlen irányban, e szent célt szem előtt tartva. A csatában igazi vezérként, királyként nem küldte erőre népét, hanem önön maga példát mutatva vezette katonáit. Településünkön nagy múltra tekint vissza a Szent László iránti tisztelet, kultusz, ragaszkodás. Templomunk kettős keresztje is Szent László emlékét, címerét, kötődésünket szimbolizálja. Egész élete példájaként azt üzeni ma is számunkra, hogy kövessük őt. Kövessük szellemiségét és tetteit. Szent László királyunkat 1192-ben avatták szentté. Nem csupán erekéje által egy letűnt kor megmaradt szép, hősies emlékeként legyen közöttünk, hanem váljon igazán megújító emlékképé lelkeinkben. Az elkövetkezőkben a Jakab Mihály népdalkör adásában hallgassunk Szent László király énekeket. Közök fényességet.
Köszönjük szépen. Megkérném Tovan Szilviát, hogy mondja el Siklósi András Szent Lászlóhoz című versét. Siklósi András Szent Lászlóhoz. Tán sehol se volt ekkora vitéz, ilyen fenséges, győzelmes király. Hited sugárzik, erőd megigéz, lelked a mennyből gyakran visszaszáll. Reményt hozol, védsz ma is bennünket, éles bárdot hóhéjainkba vág. Szívünkbe bújsz, fölszított tüzünket, s vérünkbe vágtatsz hét határon át. Nem pihenhetsz, amíg magyar néped rablók tiporják, pribékek verik. Vezess minket, ősi tekintélyed, s érckarod nélkül hazánk elveszik. Kiálts, harcolj, és imádkozz értünk, hogy ne sújtson vész, ne roncson métej. Ha velünk vagy, semmitől se félünk, megbirkózunk minden ellenséggel. Dicső, táltos, hős bajnokunk László, űzd a gonoszt, s mi bátran követünk. Te égi láng, te szentséges zászló, szabadíts föl, mentsd meg az életünk. Köszönöm szépen. Az elkövetkezőkben az 1074-es kopjafánál helyezzük el az emlékezés koszorúit. Elsőként az önkormányzat helyezi el az emlékezés koszorúját. Kérem az egyházi oldal képviselőit, hogy helyezzék el a koszorút. A Szent László Általános Iskola helyezi el a koszorút. Megkérem a Fidesz magyaródi szervezetének képviselőit, hogy helyezzék el az emlékezés koszorúját. Jobbik magyaródi szervezete és ifjúsági tagozata helyezi el az emlékezés koszorúját. A Jakab Mihály Népdalkör helyezi el az emlékezés koszorúját.
koszorúzás alatt Szent László himnuszt hallották. Az elkövetkező nőben a Szent László általános iskola és énekkara katonadalokat énekel. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára, valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Jól van dolga a mostani huszárnak, nem kell szénát kaszáljon a lovának, mert a szín a porcióba van kötve, de van kötve. Gyere, rózsám, tedd a lova mellébe. Édesanyám, ki a huszár, ha én nem? Ki nyergeli föl a lovat, ha én nem? Fölnyergelem a rajszörű lovamat, lovamat, de lovamat. Lerugatom véle a csillagokat. Szép a huszár, ha felül a lovára, fényes kardját köti az oldalára. Onnan nézi, merre van a hazája, édesanyja merre vár a fiára. Szép a huszár, ha felül a lovára, de még szebb, ha elvágtat a csatába. Jobb karjával védelmezi hazáját, bal karjával öleli a babáját. Megkérem az önkormányzat képviselőjét, hogy helyezzék el az emlékezés koszorúját. Az önkormányzati óvoda helyezi el a koszorút. Gyönge lábamat szorítja a kengyel, bársony lekötés húzza a lovamat, nehéz karabély nyomja a vállamat, bársony lekötés húzza. Kérem a Fidesz magyarodi szervezetét, hogy helyezze el az emlékezés koszorúját. Megjött a levél fekete pecséttel, megjött a muszka százezer emberrel, 400 ágyúval áll a harc mezején. A Pisokmáji Érdekvédelmi Egyesület helyezze el a koszorúját. A Jobbik magyarodi szervezete és az ifjúsági szervezete helyezi el a koszorúját. A Jobbik oldalán kardja megrillant, az ágyú eldurran, szép piros vélet a földre kimondja. Kardja megrillant, az ágyú a
kertbarát kör a 48-as kopjafánál helyezi az emlékezés nemzeti szín szalonját. A magyaródi Sándor huszárok róják le kegyeletüket és helyezik el az emlékezést. Hogy szegény mégis eltemeti, kezét vagy lábát golyóval átlövik, meg se, hogy szegény mégis eltemeti, kedves folytásom, ha így látsz engemet, szállj le lovadról, lőj a gyóm engemet. Megkérném az óvodásokat, hogy helyezzék el zászlóikat. Szegezd a mellemnek, nehogy sokáig szenvedni engemet, vagy a szuronyon szegezd a... Befejezésül a népzalkör vezetésével énekeljük el a szózatot. Hozzá!